Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Különleges könyvbemutató helyszíne volt ma a Református Kollégium gimnáziuma. Az 56-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen mutatták be Zsoldos János 1956-os diákkori naplóját. Az akkor harmadikos gimnazista személyes élményeit rögzítette, amelyből hűen kirajzolódnak a korabeli debreceni események. Hogyan, milyen körülmények között bukkantak erre a kordokumentumra a szakemberek? Miért fontos, hogy nyomtatásban is olvasható legyen? Szolgált-e a napló olyan információval, ami esetleg a kutatókat is meglepte? Erről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Győri János, a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűjteményi igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazgató úr, jól mondom én, hogy különleges volt, nem csak az én kollégáim számára, napszemlében már foglalkoztunk részben ezzel a naplóval, hanem a kutatók, a szakemberek számára is. Miben állt ennek a kuriózuma? Hát, hogy a szakemberek számára valóban mit jelent, az majd a következő napokban, hetekben derül ki, hiszen egészen frissen megjelent munkáról van szó, és még kevés emberhez jutott el. Az én megítélésem szerint ez egy nagyon fontos kor dokumentum. Évtizedek óta foglalkozom a Debreceni Kollégium történetével. Nagyon sokféle forrás jellegű kézirat átfutott a kezemen. Ehhez hasonlóval nem találkoztam. Országos viszonylatban is ritkaság. Két fiatalabb korú gyermeknek a naplójáról tudunk. Azok az 50. évfordulóra jelentek meg, budapesti általános iskolás korú fiúk írták, viszont gimnazista korosztálytól én nem tudok arról, hogy lenne hasonló, és ennek a fölbukkanása azt is jelzi, hogy ami ugye közszájon forog, hogy na mi maradt a rendszerváltás előtti időkből az asztalfiókban, ugye mondtuk gyakran a 90-es években, hol vannak az elrejtegetett munkák. Mivel ez mostanában került elő, ez azt jelzi, hogy még lehetnek az asztalfiókban munkák. Ugyanis ha megnézzük ennek a naplónak a történetét, akkor a következőt látjuk. Nem azért kezdett naplóírásba Zsoldos János 1956 őszén, mert forradalom van, hanem október 19-én elkezdte vezetni a naplót, azért, mert 17 éves lett. Ez volt az apropó. Akkor még nem tudta, hogy néhány nap múlva jön a forradalom. Bár többször végigolvasva a szöveget, nekem az a gyanúm, hogy ez inkább csak apropó volt. A levegőben már volt valami. És valamilyen kényszert érzett arra, hogy leírja az érzéseit és mindaz, ami történik. És ha a családtörténetet nézzük, hogy itt egy osztályidegennek minősített családnak a gyermekéről van szó, 14 gyermekes családról, kulák családról, akiket kisemmiztek az előző években, és 7 fiú volt, 7 lány, a 7 fiúból 3 itt tanulhatott, ennyire volt lehetőség, hogy a 3 fiút tanítassák Szentesről, Debrecenben, mert a szentesi középiskolák nem vették föl őket a származásuk miatt. Tehát ha mindezt végig gondoljuk, akkor nekem az az érzésem, hogy a 17 éves évforduló, a kor megérésén túl valami belső ösztönzés még lehetett ebben a tehetséges diákban. És akkor elkezdi vezetni a naplót, 3 nap múlva forradalom, minden fontosabb eseménynél ott van, nem hagyja abba, mert nincs idő mérni, nem derül ki, hogy mikor írta, vélhetően este, hiszen a napi események mind benne vannak. Tehát valószínűleg... Tehát mint egy tudósító járta a helyszíneket? Tulajdonképpen tudósító, és ez azért is jó megfogalmazás, hogy tudósító, mert az iskolának volt egy nagyon színvonalas rádió amatőr szakköre, amelynek ő tagja volt, rádiót szereltek, hallgatták a rádiót, és a naplóból kiderül, és ez külön érdekesség a naplónak, hogy ő szinte naponta megy, vagy valamelyik tanárhoz, vagy valamelyik ismerőshöz rádiót szerelni. A régi telepes rádió gyakran lerobbantak, mindenki információhoz szeretett volna jutni. A fiú értett a rádió szereléshez, szabadabban mozgott a városban, mint a diáktársai, előjogai voltak bizonyos értelemben a rádiószerelés miatt, és hát mivel folyamatosan hallgatta a rádiót, ezért információ birtokában volt. A nyugati adókat is. Tud az országos helyi, éppen akkor megalakult nyíregyházi rádióról, vagy a miskolci hírekről. Ő maga is ír, hogy mi is összeszereltünk egy rádiót a osztálytársammal, tehát a rádió egy központi elem. Ezt eddig is tudtuk,
a 56-os történésekből, de hogy ennyire, és hogy a mikrovilágban, egy iskolán belül is ez ennyire fontos, erről tanúskodik többek között a Napló. És amikor véget ér ennek a forradalmi események, akkor nem hagyja abba a Napló írást, majd akkor hagyja abba, amikor ő, hát ez is egy nagy tanulsága a mai diákoknak, abban az tanévben először, december 21-én, bejött szeptember 1-én, december 21-én hazautazhat a szüleihez. Addig nem látta őket. A diáktársak jó része elfogy mellőle, naponként ír, hogy már kevesebben vagyunk, már a fiúk alig vannak, nem tudjuk pontosan hányan vannak, de az osztálynak a fele legalább hazautazik közben ilyen olyan módon. Ő is szeretne, de nem talál teherautót, ezért itt marad. Az édesapja egyszer meglátogatja, az ő ágyába alszik, nincs szorul, hogy hol széken ült, vagy hol benne a kollégiumban. Szóval maguk a körülmények is rendkívül háborúsak és izgalmasak, és ahogy mondtam, ő folyamatosan reflektál az eseményekre, a nyugati visszhangokat is ismeri, az országos rádiós híradásokat is, és ezeket ő összeveti a helyi eseményekkel. Ott van a tüntetéseken, a sortűznél, alig menekül meg, be akar futni egy cukrászdába, onnan kidobják, késve érkezik haza a kollégiumba, de nem lesz retorzió. Tehát nagyon-nagyon érdekes, és valahogy alulnézetből egy a felnőttség és a gyermekkor határán álló 17 éves fiúnak a szemével látjuk az eseményeket. Ugye itt valahol azt is olvastam, hogy a magyar Anna Frank egyfajta naplója, de szerencsére ez a történet nem ért olyan tragédiával véget. A fülszöveg mondja ezt, lehet, hogy túlzás, hát ott ugye más korszak, egy súlyosabb korszak, lány, zsidó származás, egyebek, ilyen értelemben nem ül a párhuzam, abban az értelemben igen, hogy azért a történet nem ér véget a naplóírással, és nem ér véget 1956-tal. Hazaviszi a naplót, és nem hozza vissza. Az édesanyjának adja oda, és 60 évig a naplót senki nem nyitja ki. Hogy ő elfelejtette, vagy nem tudjuk. 2000-ben hal meg az édesanyja. De ilyet rejtegetni is nagyon komoly, hát nagyon kockázatos volt. Hát ugye, arról nem is beszélve, hogyha megnézzük a címlapot, egy iskolai füzetbe írta, akkor ez van ide nyomtatva, hogy tantárgy, ő ez azt írta, hogy napló, és csak iskolai célra használható felkiáltója. Ja. Ugye a kemény diktatúra jellemzője, hogy még az iskolai füzeten is azt szerint, hogy ez csak iskolai célra lehet használni. Nehogy eszedbe jusson, hogy magán célra használt. Ugye? Hát az még izgalmasabbá teszi dolgot, a másik nyomtatott fölirat, hogy több tanulással 5 éves tervünk győzelméért. A diák nem a saját sikeréért és eredményeiért dolgozik, hanem a kitűzött nagy célért, amit az 5 éves terv szimbolizál, ugye a kommunizmus győzelmiért. Szóval ezek döbbenetes dolgok így együtt látni ezeket, és akkor ő nem hagyja abban a naplót, hanem... Bocsánat, közbevágtam, 2000-ben jártunk, hogy 2000-ben 2000-ig jártunk. Nem nyitja ki senki. 2000-ben meghal az édesanyja, és az ő hagyatékában kerül elő. És a család akkor szembesül azzal, hogy ez a napló létezik. A testvérei sem tudják. 14-en voltak testvérek. A testvérei sem tudják. És utána informál engem ő öccse, Zsoldos László, aki nekem itt a református gimnáziumban kollégám volt, és a fiú kollégiumot, a fiú internátust is vezette, és elmondta nekem, hogy a bátyja naplót vezetett. És egy néhány év múlva, nem tudom pontosan mikor volt, de 2000 után már találkoztam vele személyesen, a naplót is hozta, megmutatta, fénymásolatot készíthettem, én azonnal felvetettem, hogy ez közérdeklődésre tarthatna számot, határozottan elzárkózott. Hát azért egy hadviselt emberről volt szó a szó igaz értelmében, és ezért visszatérve az Anna Frank hasonlatra, mégiscsak ül, mert ez a fiú, ez a tehetséges fiú jelentkezik a Műszaki Egyetemre, 4-szer nem veszik föl, a pontszáma mindig megvan, helyhiány miatt elutasítják, nyilván a származása miatt, 5-5-szörre jut be levelezőre. És lesz aztán mérnök. És később is, nem részletezem most, később is hátratételeket szenved az életben. Tehát azért nem üldözik, nem derül ki a napló, nem hal bele a dologba, de azért egész életén keresztül hordozza a bélyeget. Nem a napló miatt, hanem a származása miatt. Tehát a napló az ő élettörténetével együtt, ez utóbbit a Zsoldos László, az öccse megírta az előszóban, együtt még érdekesebbé válik. Igazgató, letelt az időnk. Az ön személyes véleménye szerint miért fontos az, hogy ez nyomtatásban itt legyen előttünk, és
megőrizhessünk, beleolvashassunk 65 évvel később. Fontos kortörténeti dokumentumról van szó. Én úgy gondolom, hogy árnyalhatja a debreceni eseményekről való ismereteinket, mert naponta készült feljegyzésekről van szó. Egy 17 éves fiú föl, aki tehetséges és tájékozott, ő már meg tudja ítélni a dolgokat. Nem igazán a gyermek szeme, már a felnőttség határán álló embernek a szemével látjuk az eseményeket. És még annyit el kell mondani, hogy ő dokumentumokat is gyűjtött, amelyeket a naplóban megőrzött. Ez is veszélyes dolog volt ezt rejtegetni. Ezeket, röplapokat és egyebeket szintén közli a kiadványunk. Ezek között lehetnek olyanok, én nem vizsgáltam meg, amelyek esetleg ritkaság számba mennek, például az orvosi egyetemisták által géppel írott kis röplapocska is benne van. Ezeket a szakembereknek kell majd vizsgálni, hogy mennyiben árnyalják a 56-os debreceni eseményekről eddig ismerteket. Győri János, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt nekünk. Én is köszönöm a lehetőséget.